Mi ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy annyira csodálatos és annyira gyönyörű a környezet, hogy nagyon szép zenével érdemes megtölteni. Egy tudatos turisztikai építkezés része az, hogy mi az idei évtől. Már tavaly is volt nálunk a Klasszaparttó rendezvénye, és nagyon tetszett, nagyon sokan hallgatták, de az idei évtől tudatosan vállaltuk azt a szerepet, hogy megpróbálunk megteremteni egy Velence tavi komoly zenei fesztivált, amiben hát nagyon nagy örömünkre és nagyon nagy köszönet az együttműködésért Mártának, hogy a Klasszapartont is be tudjuk vonni. Mi abban bízunk, hogy a Velencei tó gyönyörű naplementéi, szép vízpartja és megújult kastélyai ideális helyszín lesz ahhoz, hogy az emberek ezt a fajta kulturáliságot élvezzék, és mellette esetleg egy kicsit ki is kapcsolódjanak, nem csak a zenében, hanem esetleg egy kicsit turisztikailag is, gasztronómiailag meglátogassák a környéket. Én igazából művészetileg érdemben nem tudok a előttem és utánam szólókhoz hozzátenni. Én csak azt kérem mindenkitől, hogy minél többen jöjjenek el, akár Velencére, akár más rendezvényekre, és adják át magukat ennek a kicsit alternatív helyszíni kultúrának, komoly zenének. Tényleg nagyon izgalmas kettős a természet és a zene. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna, várjuk Önöket szeretettel Velencére.